Tavaly május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, és beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Varjú Lászlót hívtuk a hatpárti ellenzéki összefogásból, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. Minden várakozást felülmúlt tavaly a turizmus teljesítménye. Mintegy 40 os bővülést ért el a szektor 2021-hez képest. Idén tovább folytatódhat a növekedés, és túlépheti a csúcsnak számító 2019-es esztendőt. Vissza nem térítendő rezsitámogatást kaphatnak a szállás és vendéglátóhelyek is. Az energiaköltség és beruházás támogatási programra az ügyfélkapunk keresztül lehet jelentkezni. Eddig már több mint 200 turisztikai vállalkozás kért segítséget a megemelkedett energiaköltségeinek fedezéséhez. Noémi folytatja vendégével. Köszönjük szépen, Bődi Évett, a Magyar Turisztikai Ügynökség stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató helyettese ül velem szemben már is a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! különösen szép ez az eredmény 2022-re nézve egy olyan évben, amikor hát azt mondhatjuk, hogy nem csak Magyarországon, de a világon mindenhol recesszió és válság elé nézett a lakosság és a turizmus is. Minek köszönhető ez a folyamatos növekedés önök szerint? Nagyon büszkék lehetünk az országunkra, hogy az ön által is felsorolt nehézségek ellenére a 22-es évben szinte elértük a 2019-es év eredményeit, amit a turizmusban és azt gondolom az egész világon, nem csak Magyarországon, a Bezzeg évnek hívunk, amikor igazán a turisztikai ágazat a csúcson volt. A 22-es évben azt gondoltuk, hogy a COVID után egy könnyű, könnyebb évnek nézünk elére, de a mindenki által tudott háborús konfliktus és az ezt kiváltó gazdasági nehézségek miatt egy újabb kihívással kellett a mi szektorunknak is, tehát a turizmus szektornak is megküzdenie a Covid alatt is már az elhatatosságát a szakma bizonyította. Azt kell, hogy elmondjam, hogy az, hogy a turizmus továbbra is ilyen sikereket ért el, az a szakmai szereplőknek, a kormányzatnak és az ágazatban dolgozóknak a közös sikere. Szemszerűsítsük egy kicsit ezt a sikert, tavaly 14,2 millió vendég, és csak nem 40 millió vendégészeket töltöttek el Magyarországon. Hogyan oszlik meg ez az arány a külföldi és a magyar turisták között? Ahogy korábban is Budapest és vidék, illetve külföld és belföld, ez a négy nagy terület, amit meg kell különböztetnünk. A vidéki Magyarország továbbra is a belföldi turisták között népszerű, még fővárosunk Budapestre a külföldiek érkeznek magasabb százalékba, ez egy ilyen 85 százalékos arányt jelent például Budapest esetében. Ugye a tavaly évben a az átrendeződés nagy volt, hiszen 21-ben azért a belföldi turizmus már életezni kell, kezdett, de a külföldi beutazási korlátozások miatt még a külföldi kereslet az Alulmaradt, viszont itt 22-ben ez megváltozott. A Budapest iránti külföldi kereslet az megnőtt, hiszen olyan gazdasági helyzetben vagyunk, amelyek ezt elősegítik. Úgyhogy mind a a tavalyi évben nagyon erősödött a külföldiek jelenléte, és ennek az erősödését várjuk, predestináljuk 2023-ra is, tehát egy külföldi vendégészakaszám növekedést és egy belföldi vendégészakaszám stagnálást predestinálunk az idei évre, és azt gondoljuk, hogy esélyünk van arra, hogy a 2019-es évet is meghaladjuk, megdöntsük. Azt mondta, hogy a belföldi szálláshelyeket elsősorban a hazai turisták választották. Melyek voltak a legnépszerűbb régiók tavaly? Nagyon örülök a kérdésnek, hiszen nagyon fontos kiemelni a vidéki Magyarországon azokat a területeket, amelyek majdnem, hogy meghaladták a 2019-es bezzegév eredményeit, és a Nyíregyház turisztikai térségen kívül a Balaton az, amelyik nagyon jól teljesített. Ez azt, nem azt jelenti, hogy a többi turisztikai térség elmaradt volna, hanem azt, hogy van potenciál, és a belföldi látogatóknak nagyon sok lehetőségük van arra, hogy a Magyarország csodálati stájait, az attrakciókat, a kulturális örökségeinket, és hát nem utolsó sorban a fantasztikus gasztronómiáink, gastronomi hazánkat megismerje. És hát ne felejtsük el, hogy például Veszprém Európa kulturális fővárosa lett idén, lesz egy atlétikai világbajnokság. Ezek a kulturális és vagy sportesemények mennyiben járulnak hozzá a turizmus fejlődéséhez, növekedéséhez? Nagyon nagyban járulnak hozzá. A Veszprém kulturális fővárosa megnyitója alatt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból látjuk, hogy köve, köze másfél szeressen több látogató érkezett arra a hétvégére ebben a régióban, mint egyébként egy átlagos januári hétvégére. És a az atlétikai világbajnokság, ami az egész világon a harmadik legnagyobb sportesemény, az, hogy az idei évben, 2023. augusztusában Budapest rendezi meg, ez egy olyan fantasztikus lehetőség, hogy a világ térképén ott legyünk, és az a több mint egy milliárd tévénéző és az ide, ide, látogató sportolók, a delegációk és természetesen a sportfanasztikus szurkolók megismerjék az országot, és ezzel együtt a csodás tájainkat, lehetőseinket, Einket, ez turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű. Ne felejtsük el, hogy májusban hazánk ad otthont a labdarúgó Európa Liga döntőjének, ami szintén egy fantasztikus lehetőség, hogy a foci szerelmesei ellátogassanak hozzánk, és egyébként úgy szintén a TV képernyőn keresztül is meg tudjuk mutatni Magyarországot és Budapestet. Ja, ja. Jövőben a Magyar Turisztikai Ügynökség látja el a Szövetségi Konferencia turizmussal kapcsolatos ágazati irányító szerepet is. E tekintetben mire készülnek? Az idei évtől ö, ö, hozzánk tartozik ez a feladat, amely a, a turizmus egyik meghatározó pillére, ága és a stratégiának is egy nagyon fontos szegmense, és elengedhetetlen része ahhoz, hogy az évtized végére elérjük a kitűzött cél, céljainkat. Elengedhetetlen az, hogy ö, olyan ö, nagy kongresszusokat, szövetségi rendezvényeket hozzunk ide Magyarországra, amelyek ö, több ezer, több tízezer kulturális, tudományos, érdeklődött szakembert vonz az országba, vonz Budapestre. Ez ügyben elkezdődött a munka az ügynökségen belül, ennek a részletei kidolgozás alatt vannak, és a, az első negyedév második felében fogunk erről részletesen tervet a nagy közönség és a szakma elé Tárni. Innen folytatjuk akkor bődi évetnek köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen!